Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Október 25-e Blanka névnapja van. 136 éve megszületett Pablo Picasso festőművész, 192 éve látta meg a napvilágot ifjabb Johann Strauss, osztrák zeneszerző, a Walzer király. Most pedig lássuk a fontosabb eseményeket, először röviden. Több mint egy hete romokban áll a szabadkai Szentkút közelében lévő útmenti kereszt. Gyűlöletkeltő falfirkákra lehet bukkanni Szabadka utcáin, több lakóépületen is önkényuralmi jelképek láthatók. Egyre elterjedtebb és népszerűbb a hőszivattyús fűtési rendszer. Több mint 1500 háztartás maradt áram nélkül Délnyugat-Szerbiában. Több mint egy hete romokban áll a szabadkai Szentkút közelében lévő útmenti kereszt. A Perusi család tagjai, akiknek az elődei több mint 100 éve emeltették az emlékművet, azóta sem tudnak napirendre térni az eset felett. A rendőrség megkeresésünkre közölte, nem szándékos rongálás történt. Mesélte megtörve stábunknak Nikola Perusics. Az út mentén még mindig ott vannak a széttört kereszt darabjai. Az emlékmű romjai és a Perusics család hagyatéka hever szanaszét a fűben. Ez a feszület már több mint 100 éve állt a Szentkúti kegyhely közelében. Perusics Kalor és Jany emeltették 8 elhunyt gyermekük emlékére. A csaknem két hete történt rongálásról Nikola a szomszédoktól értesült. Már sötét volt, amikor itt láttak egy pár embét és valamilyen kamiont vagy kombit, és hát ebből kifolyólag is azt gondoljuk, hogy ezt valamilyen olyan emberek, rosszindulatú emberek tették még, akiknek valami miatt, nem tudom, ez bántotta őket, hogy itt van egy ilyen kereszt, amelyik több mint 120 éve áll ezen a helyen. Berec Erzsébet fényre és zajra lett figyelmes egyik este. Én is láttam ott egy autót fönt. Meséli a helyi idősasszony, aki elmondása szerint szemtanúja volt az esetnek, de azt, hogy pontosan hányan tartózkodtak a helyszínen, és hogy kik dönthették le a keresztet, azt már nem tudta felidézni. Egy autó volt ilyen, ami hordozja az autókat. Érti? És az egy autó, az elment előrébb, de láttad, hogy ott a három, a négy valaki ott volt, de sötét volt. Kinézett egy pár szó, de itt látszik, ahogy kiment az a valami, de az, hogy hogyha egy ilyen hordozó ment, az csak úgy ránthatták le a keresztet. A Perusics család esetével kapcsolatban megkerestük a rendőrséget. Telefonon annyit közöltek, hogy a kereszt nem szándékos rongálás miatt dőlt le, hanem egy közúti szerencsétlenség következtében. Szabadkán az elmúlt időszakban egyébként több emlékművet is megrongáltak. A szabadkai Rajhl Ferenc Parkban Ambrózie Bóza Sárcsevics mellszobrát emelték le, és helyezték át ismeretlennek egy közeli padra. Az illetékesek azóta rögzítették, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő többet. A város központjában található arató szobra előtt pedig az emléktáblát törték szét. Később közölték, hogy a köztisztasági kommunális közvállalat egyik munkatársa figyelmetlenségből ráhajtott. Gyűlöletkeltő falfirkákra lehet bukkanni Szabadka utcáin, több lakóépületen is önkényuralmi jelképek láthatók a Tesla telepen. A helyiek szerint fokozni kellene a rendőri jelenlétet. Szakemberek szerint kizárólag akkor terelhetőek jogi útra az ilyen ügyek, ha tetten érik és elkapják az elkövetőket. Smrt svima, halál mindenkire, olvasható az egyik épület falán. Nem ez az egyetlen ilyen felirat. A helyiek elítélik a gyűlölködés minden formáját. A szabadkaiak szerint az illetékes szervek feladata megfékezni minden ilyen esetet, és elkapni az elkövetőket. Ehhez azonban a járőrök fokozottabb jelenlétére lenne szükség, vélik az emberek. Nem tudom, mit lehetne tenni. Rengeteg, hogy így fejezzem ki magam, a huligán rendőrök nincsenek, nem tudják még fogni őket. Gyönyörűen bemeszelik a házat, már másnap össze vannak firkálva. Mrzim svaku diskrimináciju i takve gluposti. Ja volim vidjeti dobar, kako se zovu ovi vitraži već,
koji su smisleni, duhoviti. Az elkövetőket szinte lehetetlen tetten érni, mondja Józsa László ügyvéd, hiszen a gyűlölködő feliratok nem előre bejelentett helyszíneken és időpontban készülnek. A pillanat művei, tette hozzá a szakértő, aki arról is beszélt, hogy milyen jogi lépésekre van lehetőség. Persze akkor, ha elkapják a feltételezett elkövetőket. Büntetőjogi vonatkozásban két irányban lehet gondolkodni. A súlyosabbik, meg ami nyilvánvalóan helytálló is volna, az a nemzeti gyűlöletkeltéssel kapcsolatos büntető eljárás lehetne. A másik pedig főleg amennyiben magánvagyonon történik ez, tehát magánházon történik falfirka elhelyezése, akkor pedig rongálásról is beszélhetünk. Mind a két esetben hatékony eljárásra akkor van lehetőség, hogy ha akár a sértett, akár pedig a hatóság, konkrétan a rendőrség elfogja a tetteseket, ebben az esetben lehet konkrét eljárásokat lefolytatni. Józsa László azt is kifejtette, hogy amennyiben az elkövetőket nem sikerül kézre keríteni, akkor ebben az esetben a falfirkákat az ingatlan tulajdonosoknak kell eltüntetnie. A mögöttem látható horogkereszt a Tesla telep egyik lakóépületén található. Egy szakértő elmondta, hogy legtöbbször csak nagyon nehéz nyomozás árán, vagy egyáltalán nem jönnek rá arra, hogy kik az elkövetők és kik festik az ilyen és ehhez hasonló gyűlöletkeltő feliratokat. Illetve azt is elmondta még, hogy nagyon sokszor azoknak kell eltávolítaniuk az ilyen feliratokat, illetve rajzokat, akiknek a házán van. Néhány éve még csak kevesen tudtak róla, manapság azonban már egyre elterjedtebb és népszerűbb a hőszivattyús fűtési rendszer. A szakértők szerint olcsón működő környezetvédő alternatívája a hagyományos fűtési módszereknek. Szigetelik a csöveket egy kelebiai családi ház hőszivattyús fűtési rendszerén. Ezek már az utolsó simítások. A víz-víz rendszerben közvetlenül a talajvízből nyerjük a fűtés hőjét, mondta Olajos Zsolt kivitelező. Hozzátette, a rendszer kiépítéséhez szükségünk van két hútra, az egyikből kinyerjük a hidegvizet, a másikba visszaengedjük, ami felmelegedett. Itt találtak a nyelőkutak, ugye ezek a kutak hermetikusan le van zárva, nyomás alatt vannak, mivel hogy a visszaprésselés nehezebben történik meg, mint maga a felszívás. A hőszivattyú a ház és környezete hőmérséklet különbségét felhasználó fűtés legfontosabb eleme, tette hozzá a szakember. Vajdaságban, ahol a felszínhez közel találni megfelelő minőségű vizet, a magas hatások miatt érdemes ezt a fűtési megoldást választani. A hőelvonás az a kutakkal, vagy a talajhővel, vagy levegővel történik meg. A kútból, ugye a kútvízből nyerjük el a hőenergiát, és ezt egy körfolyamat segítségével, egy freon körfolyamat segítségével a központi fűtésbe transportáljuk egy magasabb hőmérsékleten. Az egész körfolyamat létrehozásában az elektromos áram is részt játszik, magyarul ő indítsa be, és ő tartsa mozgásban. Az elektromos áram nem veszik el a folyamat alatt, mivel hermetikus kompresszorokról van szó, ez a surlódás, ez a hőveszteség, ez mind tovább közvetítődik a fogyasztó felé. A rendszer tervezésekor figyelembe kell venni az adott épület méretét, mivel ha a hőforrás nem elég nagy, akkor sok áramot fogyaszt a rendszer és kisebb a hatékonysága. A megfelelő hatások eléréséhez ajánlott padlófűtést beszerelni, de radiátoros rendszernél is be lehet szerelni hőszivattyút. Ennek telepítési díja egy átlagos családi ház esetében mintegy 3000 euró. Ez az összeg tartalmazza a szükséges berendezéseket, a két kút fúrását, valamint a beszerelést. Több mint 1500 háztartás maradt áram nélkül Novaváros és Ivanyica környékén Délnyugat-Szerbiában. A tegnapi hóesés fákat döntött ki és leszaggatta a villanyvezetékeket. Nehezíti a közlekedést a tegnap leesett hó Délnyugat-Szerbiában. A téli felszerelés fontosságára hívta fel a figyelmet a Szerbiai Automotoros Szövetség Ivanyica, Sjenica, Tutin és Kopaonik környékén. Ivanyica községben még ma is mintegy 900 háztartásban nincs áram. Novaváros környékén pedig további 600 család maradt villamos energia nélkül. Az áramszolgáltató az összes csapatát a területre vezényelte, dolgoznak a károk helyreállításán, amelyet a 20 cm-nyi hó
okozott. Radoszláv Vasziljev Itnováváros község elnöke elmondta, a helyzet Jaszenovo, Trudovo és Murtenica falvakban a legkritikusabb. Egyes helyeken a hótakaró eléri az egy méteres magasságot is. A szerdai derült időnek köszönhetően a hó már olvadni kezdett. Szienica községben szintén óriási károkat okozott a villanyellátásban a hóesés, nyilatkozta az energiaszolgáltató nyugat-szerbiai igazgatója Mesic Rusid. Kopaonikon szintén behavazott járműveket lehet látni. A hó hétfő este kezdett esni, és 17 cm-es hótakarót mértek. Az elkövetkező napokban a hőmérséklet 0 fok körül alakul, így itt nem várható olvadás. Oktatással kapcsolatos jogszabálymódosítások, illetve a duális képzésről szóló törvény meghozatala szerepel napirenden a szerbiai képviselőház ülésén. Az oktatási kerettörvény összehangolására törekszik ezzel a kormány, illetve a parlament, nyilatkozta Fremond Árpád a Pannon RTV-nek. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakció, illetve képviselője elmondta, a javaslatokra összesen 8 módosító indítványt nyújtottak be, amelyek 3 csoportba sorolhatók. Várhatóan a hét végéig kiderül az álláspont ezekkel kapcsolatban, jövő héten pedig a szavazásra is sor kerülhet, tette hozzá Fremond Árpád. Az első csoportba tartozik a nemzeti tanácsok hatáskörét megóvó és erősítő módosítási indítványok. Itt elsősorban azt szeretnénk, hogy az iskolai nevelési programokat továbbra is a nemzeti tanácsok azok véleményezhessék, átnézhessék, jóváhagyhassák. Erre irányul ez a csoportja a módosítási indítványainknak. A második csoportban azon módosítási indítványok tartoznak, amelyek a részarányos foglalkoztatás szempontjából lehetnek fontosak. Tehát, hogyha valaki nem nyilatkozik arról, hogy milyen nemzetiségű, akkor itt szeretnénk azt vezetni, hogy milyen nyelven végezte a tanulmányát, illetve folytatta a tanulmányait az élete során is, ebből is megállapítható, hogy valaki esetleg azt a nyelvet beszélje vagy sem, tehát az oktatási folyamatban ezt tudnánk követni. Illetve a harmadik csoportban azok a módosítási indítványok tartoznak, amelyek az anyanyelven való oktatás védelmét szolgálják. Külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek szerbiai honosítási, illetve elismerési költségeinek támogatására írt ki idén is pályázatot a Magyar Nemzeti Tanács. Azokat a fiatalokat kívánják így felkarolni, akik tanulmányaik elvégzése után amellett döntenek, hogy hazajönnek. Az MNT-vel kötött támogatási szerződés mutatja Végi Sára. Tanulmányait az anyaországban végezte. Okleveles, vizuális kultúra szakember. Most itthon Magyar Kanizsán dolgozik. A honosításhoz ő is megpályázta az MNT által nyújtott lehetőséget. Tehát 2 évvel ezelőtt szereztem meg a mesterfokú diplomámat Szegeden, és akkor nagy szerencsém is volt, mert hogy akkor indították el ezt a könnyített honosítási folyamatot itt Szerbiában, és így már sokkal könnyebben hozzájutottam ehhez az itthon érvényes diplomámhoz, mint egyébként, mint akik még a régi rendszerben fejeztek. Maga a honosítás 3500 dinárba került Végi Sárának. Ehhez még hozzá kell adni a hivatalos fordítás és az utazással járó költségeket, melyet szintén megtérít az MNT. A kiírás célja az, hogy segítsék azokat a fiatalokat, akik haza szeretnének jönni szülőföldön boldogulni és Vajdaságban kamatoztatni azt a tudást, amit külföldön megszereztek. Minden évben a Magyar Nemzeti Tanács kiírja azt a pályázatot, amelyben felhívja azoknak a volt egyetemi hallgatóknak, ma már diplomás fiataloknak a figyelmét, hogy honosítás esetén felmerülő költségek, fordítás és egyéb költségeknek a díját a Magyar Nemzeti Tanács át tudja vállalni. Bárhol a világban, de leginkább ugye Magyarországon, az anyaországban szerzett diplomákat honosítják, illetve az Enik-Narikban ismertetik el. A támogatás a főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint a tudományos fokozatok honosításával kapcsolatos költségekre vonatkozik. A visszatérítéshez szükséges dokumentumokat 2018. január 31-éig kell személyesen átadni az MNT hivatalában.
Az MM a leghatározottabban visszautasítja Pásztor István rágalmait, írja szerkesztőségünkbe eljutatott közleményében a Magyar Mozgalom. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az október 23-án megtartott ünnepi beszédében elmondta, bizonyos pártok exportálják megosztó politikájukat a délvidékre, ahol szélsőséges nézeteket valló politikának nincs helye. A Magyar Remény Mozgalom megszűnt, helyette maradt a Magyar Mozgalom, amely a szélsőséges és a baloldali pártokkal is kapcsolatban áll. Az MM közleményében azt írja, hogy a VMS elnöke félrevezeti a közvéleményt, amikor azt állítja, hogy a Magyar Mozgalom egyszerre épít kapcsolatot a szélsőséggel, ami az ő értelmezésében a Jobbik és a nemzeti oldallal szembeni politikai opciókkal is. A közlemény szerint nem titok, hogy a Magyar Mozgalom felvette a kapcsolatot és fenn kívánja azt tartani valamennyi magyarországi politikai párttal, amely a választásokon a szavazópolgárok bizalmát megszerezve bejutott a magyar parlamentbe. Ettől még az MM-től távol áll mindenféle szélsőséges ideológia, írják, majd hozzáteszik, egész egyszerűen hazugság az, hogy szélsőséges és nemzetellenes kapcsolatokat építenének. Pásztor István sohasem kerülte meg a vajdasági magyar közösséget érintő közéleti kérdéseket, nyíltan foglalt állást a szerb belpolitikai és anyaországi, valamint a határon túlélő magyar közösségeket érintő politikai kérdésekben, áll a VMS szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében. A Magyar Mozgalom által tegnap kiadott közleményben az olvasható, hogy Pásztor István október 23-ai ünnepi beszédének részeként félrevezette a közvéleményt, mert azt mondta, az MM egyszerre épít szélsőséges és nemzetellenes kapcsolatokat is. A VMS mai közleményében erre is reagált, miszerint Pásztor beszédében a következőket mondta. A Magyar Mozgalom egyszerre tudott kapcsolatot építeni a szélsőséggel és a nemzeti erővel szembeni politikai opcióval. A VMS úgy fogalmaz, senki sem állította azt, amit most az MM cáfol. A Magyar Mozgalom a kerítésépítés, Magyarország migrációs politikája, a kvóta referendum kapcsán nem a nemzeti erők mellett foglalt politikai állást, meglehetősen egyértelmű helyzetet teremt, azonosulást a nemzeti erővel szembeni politikai opcióval, áll a Vajdasági Magyar Szövetség közleményében. A továbbiakban a VMS ezt a kérdést lezártnak tekinti, a Magyar Mozgalom közleményére a tisztánlátás és helyzetértékelés szándékával válaszolt. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Felújították és visszahelyezték a 2011-ben született gyermekek tiszteletére készített táblát Zentán. 10 évesek című könyvével újra Magyar Kanizsára látogatott Balog István. Előtte azonban nézzük, milyen izgalmas témákkal foglalkozik a közügyek. Kapcsoljuk Bakos Viktort. Szia Viktor, mi lesz a mai műsorban? Szervusz Attini, köszöntöm a híradó nézőit. A mai közügyekben utána járunk annak, hogy megnő-e várhatóan a forgalom az autópálya menti településeken, ha megfizetetik az úthasználatot. Bemutatjuk, hogy hogyan kerülhető el a több órás várakozás a határátkelőkön. Foglalkozunk juhtenyésztéssel és házi készítésű termékek értékesítésével, valamint azt is bemutatjuk, hogy hogyan könnyítik meg a közjegyzők az ingatlanok adásvételét. Várom Önöket a híradó után. Köszönjük, Viktor! Nigériai kalózok rabolhattak el egy magyart Afrika partjainál. Egy ukrán nemzetiségű és 4 filipino állampolgár mellett egy magyar tagja is volt a legénységnek, derült ki a Reuters híréből. Az eset még szombaton történt, egyelőre nem tudni, miért vitték magukkal a legénységet a kalózok, de mint írják, Nigériában elég gyakran előfordul, hogy váltságdíj fejében rabolják el külföldi hajók legénységét. A Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium a helyzet tisztázásán dolgozik. Belgrádban is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójáról. A Magyar Nagykövetség kedd este a Jugoszlávia Hotelben tartotta meg hagyományos fogadását, amelyen egyebek között tartományi és köztársasági tisztségviselők, nagykövetek, újságírók, valamint a vajdasági magyar közösség képviselői is jelen voltak. –
Október 23-a az összetartozás, a bátorság, a szolidaritás és az öntudat jelképe, mondta köszöntő beszédében Pintér Attila. A belgrádi magyar nagykövet Szerbia és Magyarország gyümölcsöző kapcsolatairól is beszámolt, amelyek szerinte soha nem voltak még olyan jók, mint napjainkban. Erről a dinamikusan fejlődő gazdasági kereskedelmi együttműködés is tanúskodik, emelte ki. Az elmúlt években 4-5%-kal bővült a két ország közötti kereskedelem, és 2017 első 7 havi adatai azt jelzik, újabb rekordot érhetünk el a kereskedelmi forgalom tekintetében. A magyar export 19%-kal, még a szerb kivitel 62%-kal bővült, ami azt jelenti, hogy 2017. januárja és júliusa között 32%-kal több áru cserélt gazdát országaink között, mint 2016 azonos időszakában. Amennyiben ez a kedvező tendencia folytatódik, úgy jó esély van rá, hogy nem csak a tavalyi rekordnak számító 2 milliárd eurós csúcsot haladjuk meg, de megközelíthetjük a 2,5 milliárd eurót is. A két országot szorosan összeköti, és a kapcsolatokat még jobban erősíti a Szerbiában élő magyarság, illetve a Magyarországon élő szerb közösség, mondta el Pintér Attila. A nagykövet bejelentette, hogy november 16-án első alkalommal tartják meg Belgrádban a Magyarországi Szerbek Estje elnevezésű rendezvényt, amelynek a Collegium Hungaricum ad majd otthont. Elhozzuk a Deszki Tamburás zenekart, akik fantasztikusak. Ezen kívül a Budapesti Szerb Kulturális Központ igazgatója, Milan Gyurics tart egy előadást a magyarországi szerb kultúráról, annak évszázadairól, és kiváló festő, Szerbiában is nemzetközileg ismert, megnyitjuk az ő kiállítását ott helyben. A fogadáson Pintér Attila elmondta azt is, hogy nagyra értékelik azokat a lépéseket, amelyeket a szerb parlament és a szerb kormány tett a kisebbségi jogok biztosítása és védelme érdekében. Továbbá hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország hosszú évek óta elkötelezett támogatója Szerbia EU csatlakozásának, és ez a jövőben is így marad. Felújították és visszahelyezték a 2011-ben született gyermekek tiszteletére készített táblát Zentán, a zeneiskolánál lévő körforgalomnál. A helyreállítást a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium rajszakos diákjai végezték. A diákok tanáruk segítségével hozták helyre a táblát, ezzel szerettek volna hozzájárulni a város szépségéhez. Kb. Egy hónapig készítettük ezt a táblát, időtállóbb, mint az előző, mivel ez egy zománc festék, ami nem fog lekopni. Az előző az egy ilyen papír, öntapadós papír volt, tehát ez időtállóbb, és kézzel írtuk az egészet, szóval az előzőtől jóval eltér. Zenta község önkormányzata 2011-ben indított el a kezdeményezést. A zeneiskolánál lévő körforgalomnál 2012-ben helyezték el a táblát, és ültették el a rózsákat az újszülöttek tiszteletére. Ahogy múltak az évek, változott a városnak a koncepciója is, hiszen ezek táblák, rózsakerteket, rózsákkal jelöltük a született gyerekeknek a létszámát, és az elmúlt időszakban már fákkal jelöljük, tehát fákat telepítünk a népkertbe az előző évben született gyermekeknek a tiszteletére. A 2011-ben felállított táblán 163, a 2012-ben kihelyezetten pedig 211 gyermek neve szerepel. 10 évesek című könyvével újra Magyar Kanizsára látogatott Balogh István budapesti író. Az 56-os eseményekről szóló könyvét általános iskolás diákoknak mutatta be. Az Ady Endre nevét viselő iskolaépület 8D osztályának tanulói nagy örömmel hallgatták az író hangulatos előadását, és az óra végén boldogan vették át tőle az ajándékba kapott dedikált könyvet. A nyolcadikosoknak volt már több rendhagyó irodalomórájuk, a maihoz hasonlóan azonban még nem volt részük. Nekem nagyon érdekes volt, én szeretem az ilyen történeteket, a nagytatám is, meg a nagymama is sokat szoktak mesélni a gyerekkoráról, és én élvezettel hallgatom őket. Az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeinek a könyvben leírt, 10 éves gyerekek emlékeként való megközelítése teljesen új volt a diákok számára, hisz eddig csak a tankönyvekre szorítkoztak. Tanultunk róla történelem órákon, és hát sok tanár is mesélt már róla.
A korábban tanárként dolgozó Balog István elmondta, nagy örömmel jön ezekre az iskolai bemutatókra, hiszen így újra egy kicsit pedagógusnak érzi magát. Igazán úgy érzem, hogy ezzel a témával érdemes lenne eljutni olyan eldugott részeibe is Vajdaságnak, ahova nem igazán jut el író, meg nem igazán jut el manapság már a magyar könyv. Viszont ott vannak a gyerekek, és a gyerekekkel jó lenne találkozni. A könyvek elfogytak, ezért Balog István igyekszik újabb példányokat kiadni, hogy az eddig ajándékba adott több mint 300 köteten túl jusson minden vajdasági diáknak, ahol a könyvet bemutatják. A hajrában nyert Györe László a Breszti Challenger torna első fordulójában. A csaknem két órán át tartó meccsen a zentai teniszező mindhárom játszmában elsőként nyerte el ellenfele Geoffrey Blancaneu adogatását, amit a második szedben nem tudott megőrizni, két adogatást is elbukott. A harmadik játszmában már nagyon jól játszott és magabiztos játékkal jutott a következő körbe, amelyben újra francia Gleb Szaharov vagy David Guez lesz az ellenfele. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Több mint egy hete romokban áll a szabadkai Szentkút közelében lévő útmenti kereszt. Gyűlöletkeltő falfirkákra lehet bukkanni Szabadka utcáin, több lakóépületen is önkényuralmi jelképek láthatók. Egyre elterjedtebb és népszerűbb a hőszivattyús fűtési rendszer. Több mint 1500 háztartás maradt áram nélkül Délnyugat-Szerbiában. Köszönjük figyelmüket! A pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, valamint riportjainkat is visszanézhetik. Most kezdődik hírháttér műsorunk, benne szó lesz arról is, hogy az autópályamenti települések lakosai tartanak-e a megnövekedett forgalomtól az útdíj megfizetése miatt. A közügyeket követi a Kalamár is, majd jön a Jó formában című egészségügyi magazin műsor. A közelképben a topolyai napokról láthatnak egy összefoglalót. A 20 órai híradó után Bobán Márkovics koncertjét láthatják a 2017-es Dombosfestről. A Pannon Rádió hangárában Bödő Robi pörgeti a lemezeket, 20 órától pedig Rock Café Brasnyó Zoltánnal és Sánta Zoltánnal. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában holnap reggel azzal is foglalkoznak, hogy leggyakrabban vagyonbiztosítást kötnek a lakosok nagybecskereken, a nagy többség még mindig bizalmatlan a biztosító társaságokkal szemben. Szép estét kívánok, maradjanak velünk!